Következő előadónk a szintén hagyományt szeretnénk teremteni, nem csak azzal, hogy most akkor az MMH-val jöttünk, hanem azzal is, hogy ezentúl egy kis világűrkörképet is szeretnénk adni. Mi zajlott le az elmúlt egy évben a világban? Persze csak néhány szemelgetést, vagy legfontosabb elemeket kiemelve. Erre kértem föl Frey Sándor alelnök urat. Köszönöm szépen. Ez a hagyományteremtés, ez mindig jól hangzik, amikor az elnök úr megkért, hogy ezt mondtam, hogy hát ez tök könnyű, ez egyszerű dolog. Aztán rájöttem, hogy ezt 20 percben kell megcsinálni. Na jó, akkor fogjunk bele. Közeleg a tél, nem a három sapkában szereplek itt. Az egyik a MANT alelnöke, a másik én a csillagászatos földtudományi kutatóközpontnak vagyok a munkatársa. És még az űrvilág hírportált is csináljuk egy kemény maggal. És ennek az apropóján, ha már itt szót kaptam, akkor szeretnék ezzel élni és visszaélni, és megemlékezni arról, hogy az űrvilág az pontosan 20 évvel ezelőtt az akkor még űrnapnak hívott rendezvényen indult el. Itt körünkben van a Szentpéteri László ott a sarokban, aki ezt megálmodta. Ugye akkor ez még egy nagyon újdonság volt. Ma már, hála Istennek, ahogy az űrtevékenység fejlődik, úgy fejlődik az érdeklődés is iránt, tehát rengeteg olyan egyébként akár nagy, jó, magas színvonalú internetes fórum, portál van, ahol ilyenekről lehet olvasni. De ez a 20 év, ez hogyha kiszámolgatjuk, akkor ez a pont most 65 éves űrkorszaknak a 30%-a. Csak én még tovább mentem és kiszámoltam, hogy ha majd az űrkorszak felét akarnánk lefedni, akkor még 25 évig kell működni, úgyhogy ez egy kis kihívás. Megkerestem az első cikket, aminek a dátuma itt látszik, hogy az augusztus 20, most mindjárt ellentmondásba kerültem magam, hogy az űrnapon indult, ez azért van, mert akkor ugye visszadátumozták sajnos a kollégák a cikkeket, hogy ne üresen induljon októberben a portál, tehát ezért vannak, de hogy nem véletlen, hogy ez már akkor is egy űrtávközlési jellegű cikk. Ez az egyes számú, egyes sorszámú cikk az űrvilág portálon. Most már több mint 10 000-nél tartunk, és a legutolsó az például az egy tegnap esti hír volt, hogy a NASA DART űrszondájának sikerült eltéríteni azt a bizonyos kisbolygót. Ennek mindenki nagyon örül, mert hogyha egyszer jön egy kisbolygó felénk, akkor majd el tudjuk téríteni. Jó, hát ezt aki még megéri, az örülhet neki. Jó, tehát akkor térjünk rá az igazi témára, mi történt az elmúlt évben az űrvilágában. Mielőtt az elmúlt évre rátérnék, nem állom meg, hogy nem mutassam meg ezt a kedvenc ábrámat, ez sajnos 2020-as évvégi frissítésű. Azt mutatja egy ilyen kördiagramon, hogy 1950-es évek közepe, ugye vége felé, amikor elkezdett az űrkorszak, azóta egy-egy évben, tehát minden oszlop egy-egy évnek felel meg, mennyi műhold került a világűrbe. Látszik, hogy az a 60-as, 70-es években hogy tartották az ilyen 200 alatti számot, ez nagyon-nagyon sokáig így volt, és az elmúlt néhány évben itt érdemes megnézni, mondom, ez 2000-es szám, tehát a 21-es és a 22-es szám, az már valószínűleg az emeleten van, és a 22-nek még nem is vagyunk a végén. Ebből látszik, hogy van azért miről beszélni, tehát hogy sok minden történt az elmúlt években inkább. Ez a jobb oldali ábra, ez egy kicsit egy évvel frissebb, ez 2021-es, kicsit más mutat, ez az alacsony földkörüli pályás indításokat mutatja, de látszik, érdemes megnézni a skálát, itt 1750 fölé került már itt a felbocsátott műholdak száma. Hogyha összevetünk azzal, hogy a teljes űrkorszakban itt mennyi műhold került a földkörüli pályára, akkor látszik, hogy hát azért itt egy eléggé durva növekedésről van szó. Ebből is látszik, hogy én nem fogok tudni itt mindenről beszélni a megmaradó 15 percemben, mert ez szinte lehetetlenség, úgyhogy biztosan van, amit ki fogok hagyni, és itt a hallgatóság azt fogja mondani, vagy az internetes közönség, hogy hát ez a süket, ezt is kihagyta, hát pedig ez nagyon fontos volt. Én négy dolgot szeretnék felidézni. Az egyik egy szomorú dolog, ez az ukrajnai háborúnak a
hatása az űrtevékenységre, és egyáltalán mi köze van ennek az űrtevékenységhez. A másikat csak egy kicsit érinteném, mert távközlés, ez nem az én területem, és majd az utánam következő Vári Péter majd fog erről bővenben beszélni. Kicsit szerintem egy másik szempontot fogok itt felhozni. Tehát az alacsony pályás internetes műholdaknak itt főleg a SpaceX-nek a Starlink rendszerét, ami tényleg gőzerővel épül, és azoknak a nagy oszlopoknak a nagy részét az ennek köszönhetjük, vagy nem köszönhetjük, ez most ízlés dolga. A harmadik az, hogy ha a csillagászként, mert ez a téma, ez tényleg nagyon népszerű volt akár a napi sajtóban, és a James Webb űrtávcsőnek a hosszú időn átvárt óriási űrtávcsőnek és óriási árcidulával rendelkező űrtávcsőnek a felbocsátása és a sikeres beüzemelése, és most már ugye dömpingszerűen ömlenek a nagyon szép új tudományos eredmények. És végül, de nem utolsó sorban, Kínáról szeretnék egy pár szót szólni. Az elmúlt év is, meg az előző egy-két év is Kína szempontjából is egy jelentős fejlődést mutatott az űrtevékenységben. No, tehát akkor kezdjük az orosz-ukrán háborúval, és februárban kezdődött, és még ugye mindenki tudja, mai napig tart. Ugye Oroszország elsősorban, de valamilyen értelemben Ukrajna is fontos szerepet játszik a világ űrtevékenységben. Ukrajnában a rakéta hajtóműveknek a gyártása volt nagyon jelentős, és ezért nyilvánvaló, hogy ennek hatása lett, igazából napokon belül hatása lett a világ űrtevékenységére. A baloldali képen az látszik, ahogy a francia guyanai kourou európai űrközpontban az orosz szojuz rakétáknak a kiszolgáló személyzetét felsorakoztatták, és még azon a héten hazarettették őket Oroszországba, és megszűnt a szojuz rakétáknak az európai űrközpontból indítása. Ennek következtében aztán egy csomó műhold, amit ezzel kellett volna pályállítani, azok a földön maradtak, és ez egy óriási kiesést jelentett. Ugyanígy a orosz rakétákat orosz indítóhelyekről sem indították külföldi hasznos teherrel. Itt jobb oldalt ez a OneWeb távközlési műhold adag van az orrkúpja alatt a rakétának, amit egyébként felállítottak a starthelyen. Ez egy ilyen kicsit ilyen macskaegér játék volt, és aztán a végén leszették, mert azt mondták, hogy akkor mégsem. És az azóta se. Tehát ezek nagyon súlyos következményei vannak ennek a rakétaindítások és a műholdaknak a pályállítása szempontjából. Ugye tudományos együttműködések szakadtak meg az elmúlt évtizedekben. Nagyon jó, szoros együttműködés alakult ki az orosz és a nemzetközi űrkutatás között. Például ez a SPECT-Röntgen Gamma nevű orosz űrtávcső, Röntgen űrtávcső, amelyik az L1 Lagrange pontban üzemelt, most is üzemel. Ugye ez volt egy európai Erosita, egy német műszer, ezt a német partner lekapcsolta a büntetet, hogy mondjam, megtorlásképpen, vagy hogy mondjam, jelzésképpen, hogy nem értenek egyet a háborúzással. A ExoMars európai Mars-szonda, egy leszállóegység plusz egy rover, leszállóegység orosz, a rover európai, a Proton rakéta az orosz lett volna. Hányatott sorsú, mert már eleve késett, idén sem indulhatott el, és ki tudja, hogy mikor fog, ha egyáltalán elfog. De egy sokkal földhözragadta problémákat is okozott ez az egész. Pont talán Szentpéter Lac írta az Ügyvilágban egy részletes cikkben, hogy bizony a start helyre a műholdakat szállítani, azokat általában kétféle módon lehet, vagy hajóval, mondjuk az óceán keresztül, jó lassú, vagy nagy szállító repülőgépekkel. És kiderül, hogy a nagy szállító repülőgépnek a nagy része az vagy ukrán, vagy orosz cégeknek az üzemeltetésében működik. Tehát azok kiestek ebből a játékból. Ez az Antonov 225-ös, a világ legnagyobb szállítógépe, ez meg olyan szinten esett ki, hogy ezt ugye egy bombatámadás érte a hangárját, és ez meg is semmisült. Tehát ez is egy logisztikai problémát okozott. Ugyanakkor azt kell mondani, hogy ez az első olyan komolyabb háborús konfliktus a világban, amely akkor tört ki, amikor már a Föld körül olyan műholdrendszerek üzemelnek, például földmegfelelő műholdrendszerek, vagy távközlési műholdrendszerek,
amelyeknek a szerepe magában a konfliktusban is jelentős lehet. Ugye mindenki tudja, hogy Elon Musk egyik első dolga az volt, hogy Ukrajnában a Starlink rendszert elérhetővé tette. Hát ugye kvázi nemzeti hősként ünnepelték, egy pár napja aztán ezt kicsit ignorálta, ezt a valami Twitter bejegyzésében mondott megint egy hülyeséget. De mindegy, a lényeg az, hogy a műholdas távközlés egy ilyen háborús helyzetben, amikor a földi infrastruktúrát vagy támadás éri, vagy nem biztonságos, akkor ennek óriási jelentősége van. Másik jelentősége a föld megfelelésnek van. Ma már olyan kis műholdas, akár optikai, akár radaros műholdrendszerek vannak, amelyek borzasztó jó felbontással, méteres felbontással, vagy akár az alatti felbontással, nagyon gyors visszatérési idővel, tehát naponta többször tudnak egy adott területről képeket készíteni. Ez a kép, amikor készültem az előadásra, akkor beraktam ezt a képet, de annak a hírnek volt az illusztráció, hogy ez az IceEye nevű, egyébként Helsinki székhelyű cég, amely radaros műholdrendszert üzemeltet, vagy épít ki. Ennek az egyik műholdjának az adatait tulajdonképpen megvásárolt egy ukrán alapítvány, amely a háború elleni adományokat gyűjtötte ezt, és úgy gondolták, hogy hasznos a hadviselő félnek, hogyha így ilyen radarműholdas adat lényegében valós időben rendelkezésre áll. Ugye ez a radarkép, ez a Kercsi szoros mutatja, ami a Krím félszigetet köti össze az orosz területtel. Ugye egy pár napos október 8-i ez a egyébként szintén műhold kép, ezt még aznap az egyik Maxar szintén egy valami kis méretű táv, vagy valami nagy felbontás, tehát ilyen méter alatti felbontású távközlési holddal csinálták, amely mutatja annak a robbanásnak az eredményét, ami ezen a hídon történt. Most ez az egész, ez valójában megnyitott egy olyan dolgot is, amit a neten lehet követni, hogy ilyen amatőr felderítők tulajdonképpen ezeknek a publikussá vált, vagy félig meddig publikus, vagy megszerezhető műhold felvételeknek a segítségével tulajdonképpen elemzik a hadi helyzetet. Tehát hogy ez az űrkorszakban a háború viselésnek, akármilyen urán is hangzik, ez így működik. De ugye, ami a legnagyobb figyelmet kapta, ez az oroszoknak az a fajta karcsöttető nyilatkozatai, hogy ők akkor kiszállnak a nemzeti űrállomásból. Amikor én tőlem ezeket a dolgokat ilyenkor megkérdezték, akkor mindig azt mondtam, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Ugye eleve úgy hangzott el a nyilatkozat, hogy 2024 után kiszállunk. Hogy mennyivel után, azt ugye nem mondták. Na mindegy, szóval ez érdekes módon, és nem véletlenül ez egyetlen olyan terület az orosz, amerikai vagy orosz bármilyen együttműködésnek, amely valahol látszólag érintetlen, nyilván nem majd teljesen érintetlen, de valamilyen értelemben nem állt le, tehát biztosan nem állt le, sőt nem, hogy nem állt le, hanem ugye nem olyan régen repült az első orosz űrhajós egy SpaceX Dragon űrhajóval. Tehát a személyzetcsere is beindult az oroszok és az amerikaiak között, és hát nincsen arról szó, hogy rövid távon az oroszok kiszállnának a nemzeti űrállomásban. Ennek nagyon egyszerű oka van. Ugye Oroszország az emberes űrrepülés egyik vezető hatalma, tehát nem engedheti egyszerűen meg magának, hogy mondjuk 5 évig, 10 évig, amíg ő maga nem épít egy saját űrállomást a semmiből, akkor szélnek keresztül a szakembereit, meg az űrhajósait, tehát ilyen nincsen. Tehát neki muszáj valahol a világűrben lenni, és az pedig hol máshol lehet, mint a nemzetközi űrállomás. Jó, tehát akkor látom, hogy csökken az idő, hátralevő időm, akkor egy kicsit begyorsítok. Jöjjönnek a Starlinkek és a hasonlók. Ugye döbbenetes számok, eddig majdnem 3500 Starlink műholdat indítottak a SpaceX rendszerébe. Ez az ábra, amit itt mutatok, ez egy ilyen rajz, de az jól érzékelteti, hogy eléggé zsúfolt kezd lenni itt a térség. Majdnem hetente egyszer, tehát 2022 majdnem hetente egyszer volt egy ilyen indítás, egy Falcon 9 rakétával. Ugye egy kép többet mond ezer szónál, ez egy olyan díjnyertes magyar astrofotó, amely a Starlink kiépítés kezdetén készült, és az a cím, hogy a technológia börtönében. Igen, hát az égboltunkat, azokat egy hosszú expozíciós idejű felvétel, így csikozzák be ezek a
ezek a fényes alacsonypályás műholdak. A Nemzetközi Csillagászati Unió az 2022-ben létrehozott egy központot, amelyik, hát az nem jó szó, hogy harcol ez ellen, egyrészt nem tud harcolni igazából, mert nincsen hozzá fegyvere, de legalább megpróbálja tárgyalásokkal, vagy technikailag valamilyen módon kezelni ezt a problémát. Ugyanis azok az égbolt felmérések, amelyek hosszú expozíciós idővel mondjuk például a Földet megközelítő kisbolygókat próbálják felfedezni, azokat ez igen zavarja. Tehát nagyon sarkítva a dolgot, említettem ezt a DART szondát, és hogy most már el tudjuk téríteni, de lehet, hogy egy pár év múlva ott járunk, hogy el tudnánk téríteni, nem tudjuk meg észrevenni, mert közben becsikozza valami nekünk az égboltot. Erre az aspektusára térnék ki ezeknek az alacsony pályás műholdaknak, és akkor ez még csak a kezdet, sőt a gyenge kezdet. Szintén idei hír, hogy egyébként egy Starlink adaggal együtt ennek a Blue Walker sorozatnak egy prototípusa ment föl a világűrbe. Amit itt látunk a képen, ez egyetlen műholdnak az antennája, ez egy olyan rendszernek az előfutára, amely alacsony pályánról a normális, hagyományos mobiltelefonjainkat szeretne kommunikálni. Ugye ehhez egy jó nagy nyereségű antenna kell, hát ezt így oldották meg, ez egy 64 négyzetméteres antenna, mint sokaknak itt a lakása, kb. Akkora. Most azt elképzeljük, hogy ebből egy pár százat vagy ezeret a földkörüli pályára nyomnak, akkor ez mondjuk milyen szépen tükrözi majd ott a napfényt este felé, vagy hajnaltájban. Ugyanezt persze mondhatnánk, hogy ez csak egy cég. Elon Musk maga jelentette be, hogy a Starlinknak a következő generációja, ez a V2, ez nem a V2, hanem ez egy verzió, egy változat. Tehát ez a mondjuk néhány éves időtávon elkezdik ugyanilyen típusú alacsonypályás mobiltelefonálása alkalmas műholdakat gyártani. Egyrészt ez egy tök jó dolog, mert valaki elmegy az Antarktiszra és tud hazatelefonálni a mamának, vagy le tudja tölteni a macskás videókat a Facebookon, de azért ez zsúfoltságot fog okozni, és még nagyon sok problémát fog okozni, de ez majd a következő éveknek a beszámolóiban majd az akkori előadók majd erre ki fognak térni. És akkor egy pár szép kép a James Webb űrtávcsőről, amely karácsonykor indult, és tényleg minden idők legösszetettebb, és persze a legdrágább űrtávcsöve. Külön regényeket lehetne innen történetéről, aztán 10-11 milliárd dollár közötti összegből valósult még végül meg, de szállítja a szép eredményeket, és az az érdekesség, hogy ebben magyar kollégák, magyar kutatók is magának az űrtávcsőnek a létrehozásában, egyes műszerének a fejlesztésében, másrészt pedig majd a mérésekben is ki tudják venni a részüket. Nagy fényben nem nagyon látszanak ezek a gyönyörű képek, de például ugye a naprendszer bolygóit is meg lehet figyelni. A Neptunusznak a gyűrűjéről eddig csak űrszondás felvételeink voltak. Most már olyan érzékeny távcsőjünk van, amivel ezeket meg tudjuk figyelni. És akkor az utolsó kiválasztott témám 2022-ből, ez a kínai űrtevékenység. Egy pár szóval, egy pár képpel. Ugye beszéltünk a nemzetközi űrállomásról, van ennek egy kicsit kisebb, de kínai változata, amelyetnek az első modulját, ezt a Tianhu nevű modult, ezt tavaly áprilisban bocsátották fel. Ez még ugye kívül esik az én egyéves visszatekintésemen, de a második modul az idén júliusban került föl, és a harmadik pedig hamarosan, valószínűleg ebben a hónapban fel fog menni. Ez az októberi eleji állapota ennek a kínai űrállomásnak. Nem kell arra gondolni, hogy ez egy valódi kép, ez egy fantázia kép, de mutatja a szerkezetét, ugye ide fog majd jönni a hiányzó helyre az új modul, és ugye van ott egy személyzet, egy Shenzhou 14 űrhajóval, meg van teherűrhajó is, ugye, amelyik dokkolva van hozzá, viszi hozzá az ellátmányt. Tehát ugye ez beindult, ez a kínai űrállomás, most már a harmadik személyzet lakja, ez a három űrhajós, ez fél éves küldetésre ment, űrséták, tehát egy csomó minden történik a kínai űrállomáson, és hát ugye nem akarok a jövőbe tekintő nagy jóslatokat tenni, de valószínűsítem azért, hogy a
a kínai együttműködési szálak is fel fognak erősödni majd a világ más országaiban. Azt tudom, hogy az Európai Ügynökségnek vannak űrhajósai, amelyek már tanulnak, akik már tanulnak kínaiul, és közös kiképzésben vesznek részt. Biztos, ami biztos. És akkor az utolsó, talán az utolsó dia, érdemes ránézni néha, vagy legalább évvégén az indítási statisztikákra. Ez még nem évvége, hanem ez a mai nap. Kína idén már 44 űrindítást végzett, ez több, mint az előző években. Ugye ennél többet csak az Egyesült Államok, de hogyha azt veszük, hogy ebből 46 a SpaceX, tehát a SpaceX meg Kína, ez úgy nagyjából pariban van. Az amerikai többi rakéta, az még van egy pár, de az összes többi nemzet, beleértve az oroszokat, európaiak, indiaiak, japánok, kik azok még, akik indítanak rakétákat, azok tényleg ilyen maximum 10-es nagyságrendben, de általában talán az oroszok 10 fölött, de a többiek azok mind 10 alatt. Tehát, hogy nagyon, nagyon intenzív a kínai űrtevékenység, ugye bevonják ott is a magántőkét, hát, hogy most milyen magántőke, az nem az előadásunk témája, tehát állami és magántőke együtt, rakétafejlesztés, kisműholdak, és nyugodjunk meg, hogy minden, amit látunk Amerikában, tehát nagy távközlési műholdrendszerek, nagy földművelő műholdrendszerek, az mind létezik Kínaiban is, legfeljebb nincs akkora PR-ja, és nem tudunk annyira róla, csak annyit, egy ilyen mínuszos hír, hogy Kínából felbocsátottak, nem tudom, 5 műholdat. Igen, ám, de az 5 műholdat lesz a kínai Starlink, vagy nem tudom, 2 év múlva. Úgyhogy érdemes Kínára is figyelni, és ez valószínűleg folytatódik is a következő időszakban, és szerintem lejárt az időm, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk ugye jövőre az űrkutatás napján, ahol remélhetőleg nem én fogom tartani az egy éves összefoglalót. Köszönöm szépen! Egyetlen rövid kérdés Sanyihoz, az internet népe figyel és kérdez. Várhatóan, mikorra lesz mobilra is optimalizált az űrvilág mobiltelefonra? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Ha valaki ezt megtámogatja, akkor hamar. Azt lehet tudni, ezt mi lényegében szabadidőnkben csináljuk. Ennyi.